Újabb szoborral bővült a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Gödöllői Kampuszának szoborparkja. Dimény Imre 20. századi agrártudós politikus és Mitterpacher Lajos jezsuita szerzetes a hazai agrártudományok úttörője után mostantól Tessedik Sámuel emlékét is szobor őrzi Gödöllőn. Az egyetem tervei szerint a jövőben újabb és újabb szobrokkal gazdagodik majd a park, emléket állítva a magyar mezőgazdaság kiemelkedő alakjainak, akiknek az életműve példát adhat a mai agrárszakembereknek is. Amikor építjük az egyetemet, újjáépítjük az egyetemet, nem csak küllemében, hanem tartalmában is. A jövőnek dolgozunk, a jövőt építjük, a jövőt áruljuk azzal, hogy mérnököket képezünk, akkor ezt nem tudjuk úgy, nem tehetjük úgy, hogyha nem tekintünk vissza és nem alapozunk azokra az eredményekre, amelyeket a múltban az elődeink, neves elődeink értek el. És Gödöllőn nem volt, nincs egy olyan szoborpark, amely méltó módon megemlékezik azokra az elődökre, azokra a hírneves professzorokra, akik Magyarországon megalapozták az agrártudományokat. Ez adta az alapötletet, hogy rengeteg világhírű tudósunk van, visszamenőleg évszázadokra, akiknek az emlékét ápolni kell. Ezért döntöttük el, hogy néhány havonta, fél évente egy-egy szoborral tisztelgünk egy-egy előd előtt. Ez másfél évvel ezelőtt történt, és mai nap már a harmadik szobrot avathattuk föl, de hát szerencsére nagyon sokáig lehet két havonta, három havonta, fél évente szobrot avatni, mert nagyon sok olyan előd van, akire büszkék lehetünk, akik megalapozták a magyar agrárium hírét és hírnevét, és akiket jó lesz látni majd egy olyan szoborparkban, ahol még sosem voltak együtt. Tessedik Sámuel most felavatott mellszobrának talapzatán az áll evangélikus lelkész, tudós, agrárpolihisztor. De még ezzel a három megjelöléssel sem írható le pontosan gazdag életpályája. Az 1742-ben szlovákul is beszélő német apától és német anyától származó Tessedik németországi egyetemeken tanult teológiát és filozófiát, de már akkor komolyan foglalkoztatták a technikai újdonságok is, főként a gazdálkodás terén. Itthon Szarvason kapott lelkészi állást, ami mellett tanított is, és hamarosan az összes Békés megyei evangélikus iskola felügyelője lett. A magyar agrárium történetébe elsősorban az általa alapított gazdasági üzemi intézettel került be, amely az első gyakorlati oktatást nyújtó mezőgazdasági iskola volt, saját birtokkal, műhellyel, ahol mezőgazdászokat és gazdasszonyokat képeztek. Olyan kérdésekkel is foglalkozott, mint a szikes talajok termővétételének lehetőségei, vagy a futóhomok megkötése. Érdekelte a jobbágyság sorsa is, hogy hogyan lehetne őket megtanítani a modernebb gazdálkodásra, és miként lehetne számukra jobb életkörülményeket teremteni. Németül írt, magyarul és szlovákul tanított. Kora igazi polihisztora volt. Személyiségére, munkásságára már korán felfigyelt a Békés megyei származású rektor is. Gyerekkoromtól kezdve figyeltem Tessedik Sámuel munkásságát, tanulmányoztam, és mindig lenyűgözött az a sokoldalúság, az a polihisztori tevékenység, ami jellemezte az ő munkáját, és tanulmányaim során pedig magam is megtapasztaltam azt, hogy mennyi napjainkra is használható tudást adott át az utókornak. Több száz évvel a halál után, két évvel ezelőtt ünnepeltük a halálának 200. évfordulóját. És ez a munkásság, ez kötelez mindannyiunkat, és nem csak azért, mert én Békés megyei vagyok, hanem azért, mert Békés megyében munkálkodva az egész országra, sőt egész Európára kiterjedő hatást gyakorolt az agrárium, az agrár oktatás fejlődésére, fejlesztésére. Festetics Györggyel egy időben, de nem egy helyen, Keszthelyen, illetve Szarvason építették ki Magyarországon a szakiskolai képzést és a felsőoktatási képzést. Ez a 1700-as évek végének, 1800-as évek elejére esett, és olyan iskolát, olyan hátteret teremtettek az agrárképzés ez Magyarországon, amelynek az alapjai mai napig megvannak, és mi is ezekből dolgozunk. Ennek köszönhető az, hogy Keszthelyen ma is van agrárfelsőfokú képzés, és ennek köszönhető, hogy némi megszakítással is, de Szarvason is folyamatosan volt agrárképzés, agrárszakképzés, majd agrárfelsőfokú képzés, és mi ezt a folyamatot, ezt a hagyományt visszük tovább, nyilván építve azokra a modern eszközökre, amelyek ma szükségesek ahhoz, hogy korszerű felsőoktatást tudjunk építeni. Ma itt ezen az avaton megerősítetted azt, hogy Szarvason továbbra is fönn fog maradni a felsőoktatású képzés. Igen, miről indultunk, mert döntés volt arról, hogy megszűnik.
korábbi jogelőd intézmény szenátusa részéről. Ezt megváltoztattuk, és mutatja, hogy jó döntést hoztunk, hogy újra sikerült nagy erőfeszítések árán, de újra sikerült elindítanunk a nappali rendszerű képzést Szarvason, új szakterületeket vontunk be a képzésbe, drónpilótákat képezünk, kialakítottunk egy országos öntözésfejlesztési központot, újra a mezőgazdasági vízgazdálkodás fellegvárává szeretnénk tenni Szarvast, építve, alapozva azokra a hagyományokra, amelyek Szarvas nevét ismertétették. Az agrárkutatásban, az agrár szaktanácsadásban erősítjük a pozícióját, tehát összességében azon dolgozunk, hogy Szarvason, Dél-Kelet-Magyarország erős olyan felsőoktatási, agrár felsőoktatási bázisát építsük, amely a helyi értelmiséget, a helyi fiatalság intellektuális hátterét tudja megteremteni. Miért fontos neked az, hogy vidéken is egy nagyon erős oktató bázisa legyen az egyetemnek? Ez az egész egyetemünknek a alapfilozófiája, hogy vidéken erősítjük elsősorban a képzéseinket, a bázisainkat, hiszen a magyar társadalmi mobilitásnak egy jellemzője, hogy nehezen mozdulnak a fiatalok, és hogyha elmennek egyik helyről egy nagyobb városba vagy fővárosba, akkor nem találnak, nem mennek vissza a vidékre. És ez a vidék elsorvadását hozza magával, ezért, hogy azt akarjuk, hogy legyen helyben értelmiség, akkor ezt helyben kell kiképezni. Ott helyben kell tartani a fiatalokat. Ha helyben tartjuk őket, lesznek, akik a helyi gazdaságot fejlesztik, a helyi vidéket tudják fejleszteni, és hogyha ez fejlődik, akkor meg lesz a létjogosultság az iskolának, és fennmarad a vidék. Ez az egyszerű koncepció, ez az egyszerű gondolat az, ami bennünket vezérel, és ami a MATE működésének is az egyik alapfilozófiája.